Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy ingás jóslás július hónapra. Mi várható ebben a hónapban? Megkérdezzük az ingát és a kártyákat, amennyiben az inga balra fordul ki, akkor azoknak a kártyáknak nincs jelentősége. Viszont ha az inga a jobb irányba fordul ki, akkor annak a kártyának van egy jelentősége, és én kezdeném az ingás jóslást. Itt a középső kártya mutat számunkra valamit, ami fontos július hónapban. Van a harmadik kártya. És akkor megtekintjük, hogy milyen események várhatóak a következő hetekben. És most a másik oldalon is megnézzük, hogy mi várható. Tehát a kártyák mutatják, hogy mi történik júliusban. Mi hölgyek állunk itt a középpontban. Valamit le fogunk zárni, valami véget ér nálunk. De ez jóra utal, hiszen ez a hölgy utal arra, hogy itt jóra fordulnak a dolgok. Lesznek változások, ami az otthonunkat illeti. Van a háttérben egy férfi, aki gondol rád, vagy valamit szeretne megváltoztatni az életben. Az is lehet, hogy volt a múltban egy haláleset, és ezen töpreng. Ez a férfi nagyon szomorú. Ami fontos, hogy itt lesz egy hír a távolból, az lehet egy meghívás, lehet egy külföldi kapcsolat, vagy egy munkahelyi változás is. Amennyiben itt egy munkahelyi változás lesz és egy szerződés, az előnyös, mutatja ez a hölgy, és az anyagiakat illetően is. Hamarosan lesz itt egy találkozás, és ez a férfi szeretne téged látni, szeretne hozzád közeledni, de valami még fogva tartja őt. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy még félelmek vannak, hogy elveszik téged, vagy nálad vannak félelmek, és ez, ami így fogva tart, mint egy börtönbe, és itt keresünk egy kiutat. Én összefoglalnám, hogy mit mutatnak a kártyák július hónapban, mi hölgyek állunk a középpontban, itt lesz egy találkozás, egy szerelmi vallomás. Vannak ugyan még félelmek, nehézségek, de ezen át tudjuk magunkat tenni. Lesz itt egy változás sokaknál a munkahelyet illetően, de ez a kártya utalhat költözködésre is,
vagy valamit megváltoztattok az otthonotokban, ez itt minden jóra fordul. A háttérben van egy idősebb úr, aki szomorú, de ami a szerelmi ügyeket illeti, az nagyon szép, ami a munkát illeti, ez lehet egy szerződés, és az anyagiak fognak javulni. És én kívánok neked egy szép július hónapot!